kinékem álmaimban gyakorta megjelensz, korán elhunyt barátom. Van én jel síri fádon mutatni, hol pihensz. 1823. január 1-én Kiskörösön született Petőfi Sándor magyar költő. A Petőfi Irodalmi Múzeum a 200 éves évforduló alkalmából egy nem mindennapi múzeumbusszal hozza közelebb őt a Biatorbágyiakhoz is. A buszon először egy Petőfi portréval találkozunk, illetve van egy nyitófalunk, ami egy verssel indít. A feladatvállalását, a küldetését fogalmazza meg, tehát egy ilyen programadó versről van szó, a Sors nyis nekem tért című vers. És ugyanígy a kiállításnak a keretét, a zárását is majd egy 46-os vers, az Egy gondolat bánt engemet című vers adja, így kerül keretbe a tartalom. A különlegessége az tulajdonképpen az, hogy egy ilyen pici térbe hogy tudjuk Petőfinek az életművét egy sűrített, egy tömörített változatban bemutatni. Ebbe a kis térbe mindezt elhelyezni, és relikvia másolatokkal színesíteni, az egy nagy feladat volt a készítőknek, de azt gondolom, hogy sikerült. Az osztályfőnököm mondta, hogy lehet javítani nyelvtanból vagy irodalomból, és gondoltuk, hogy a barátnőimmel, hogy eljövünk, és akkor ebből írunk egy összefoglalót vagy fogalmazást, és ezzel tudunk javítani, meg a szomszédnéni ajánlotta. És megérte eljönni? Mit tetszett a legjobban? Szerintem az egész nagyon jó lett, és nagyon jól néz ki, meg így minden tetszik. Önmagában az, ahogy ki lett alakítva, azzal mi reflektálunk az ő útjaira, az ő állomásaira, és tulajdonképpen Petőfinek 26 éve alatti rengeteg útvonalát mi most megpróbáljuk megidézni ezzel a tárlattal. A mi kiállításunk teljesen interaktív, ezért próbáljuk ráhangolni a diákokat, a gyerekeket, vagy akár a kedves látogatókat arra, hogy egy kicsit jobban be tudják fogadni, anélkül, hogy lelőnénk így úgymond a poénokat ebben a kiállításban, és hogy egy kicsit jobban megismerik Petőfinek azt az oldalát, amit nem annyira ismernek, vagy egy olyan információt tudjunk nekik átadni, még hogy az csak egy darab is legyen, ami egy kicsit izgalmasabbá tudja tenni a figuráját így 200 év táblatából. Én kiemelném a műtárgyainkat, amiket mi animációs formában hoztunk el ide a buszra, ami egyrészt így digitalizálva van, tehát hogy egy mai hangon szólal meg, úgymond, de mégis ugyanilyen olyan tárgyakat láthatunk, ami mondjuk 1700-as évek végén készült. Az osztályfőnökünk mondta, meg az egyik osztálytársam, hogy nagyon jól lett megcsinálva, és lett kedvem eljönni. Tetszik nagyon, hogy ilyen interaktív, és hogy vannak feladatok is, amiket lehet rajta csinálni, és ez tetszik benne. Remélem, hogy időszerű Petőfi, és hogy így az emberek még mai napig izgalmasnak tartják, nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is. Ő pontosan az a figura Magyarországon, akit nem tudunk elkerülni egyszerűen. Szerintem a legjobb megoldás az, hogy mai szemmel nézünk rá, és így próbáljuk ma elhelyezni így magunk között, és nem egy ilyen piedesztára emeljük őt, hanem lehozzuk magunk közé. Az évfordulóra emlékezve a múzeumbusz mellett egy vándorkiállítás is beköltözött Biatorbágyra. Az installáció együttes többek között Petőfi Sándor közkedvelt verseit, életének meghatározó kapcsolatait, eseményeit, tárgyait, leveleit tárja elénk. A kiállítás február 5-éig a Juhász Ferenc Művelődési Központ aulájában tekinthető meg. De nyugszik immár csendes rög alatt. Nem bántja többé az egy gondolat, mely annyit érze, hanvad a kebel, nyugalmát semmi nem zavarja fel.